Belső borításokat, ajtókereteket és légkondicionáló csöveket is gyártanak ebben a nyírbátori csarnokban. Mindezeket a repülőgép alkatrészgyártás számára elérhető legmodernebb technológiákkal. Ez egy gyorsan fejlődő iparág, amelyet 10 éve tartja a lépést a vállalat, és ezzel nemzetközi szinten is a legszínvonalasabb beszállítók egyike. Was ist die Situation heute? Mi is a mai helyzet? Körülbelül 14 ezer négyzetméter termelőterületünk van, 700 munkatársunk dolgozik hozzávetőlegesen Nyírbátorban, és ezen túlmenően van még 150 munkatársunk mérnök és adminisztratív munkakörben Debrecenben. Összességében a DEAL légiközlekedés számára Japán mellett Magyarország egy nagyon fontos hely. A DEAL-evi és a munkavállalóinak 20%-a dolgozik Magyarországon. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a mai stabil cégműködést komoly fejlesztések előzték meg, így válhatott ez a cég az egyik legmeghatározóbb foglalkoztatóvá a térségben. Megnyílt a lehetőség a dolgozói létszám több száz fős növelésére. Újabb tovább lépést jelentett az 1,4 milliárd forintos kormánytámogatással, 3,6 milliárd forintból megvalósult nagy logisztikai központ megépítése, amelynek beruházás bejelentője 2017. júniusában történt a Külgazdaság és Külügyminisztériumban Szijjártó Péter miniszter úr vezetésével. Ez a beruházás 2018. júliusára készült el. Már ekkor megfogalmazódott a harmadik gyártóüzem gondolata, amely már a valósággá vált. A cég 10 éves jubileumát egybekötötték ennek a csarnoknak az ünnepélyes átadásával. A rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többek között arról beszélt, ehhez egy stabil, jól működő magyar gazdaságra is szükség volt. Kialakítottunk egy olyan gazdasági környezetet, amelyben megéri dolgozni, és megéri új munkahelyeket létrehozni. És ez a gazdaságpolitikánk válságállónak is bizonyult, hiszen a világjárványt követő évben, 2021-ben tavaly, amikor a világgazdaságnak még mindig egy fekete éve volt, a magyar gazdaság akkor döntötte meg a rekordját minden fontos kategóriában. A Covid után többen dolgoztak, mint korábban, soha annyi beruházásról megállapodás Magyarországon nem született, mint tavaly. Soha akkora exportja nem volt Magyarországnak, mint tavaly, és soha akkorát nem nőtt a magyar gazdaság, mint a tavalyi esztendőben. A kulcs pedig egyértelműen az volt, hogy nem a munkanélküliség finanszírozására alapoztuk a válságkezelő politikánkat, hanem a munkanélküliség megelőzésének a finanszírozására, vagyis azoknak a vállalatoknak a beruházásait támogattuk, amely vállalatok elkötelezték magukat, nem csak a fejlesztések mellett, hanem amellett is, hogy nem bocsátanak el senkit. Így tett a DEAL is, amely a legnehezebb covidos időszakban döntött úgy, hogy egy 2,5 milliárd forintos beruházással új, immáron harmadik gyártócsarnokot épít fel. Ez a gyártócsarnok hozzájárul ahhoz, hogy az gyártási kapacitások jelentős mértékben növekedjenek, így immáron 870-en tartoznak Magyarországon a DEAL kötelékébe, ezért a kormány 867 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosított ehhez a 2,5 milliárd forintos beruházáshoz. A repülőgép alkatrészgyártó cég letelepedése lehetővé tette azt is, hogy a munkanélküliség a térségben a 10 évvel ezelőtti egyharmadára csökkenjen.